Sziasztok, én ez pedig itt a State of the Game. a Division heti fejlesztői streamjének összefoglója. Hihetetlen, hogy ahogy kiteszem a lábom, egyből hírek vannak. Gondolom azóta sokan hallottátok más forrásból is, de a legutóbbi State of the Game-ben vendégül látták a két kreatív igazgatóját a játéknak, és bejelentették a Division 2-t. Úgy, Úgy hivatalosan megerősítették, hogy már dolgoznak rajta, ráadásul nem is mostantól, hanem egyre növekvő csapattal gyakorlatilag két éve. Jelenleg a plátykák szerint kb. 1000 ember dolgozik rajta, ugyanazokban a stúdióban, akik az első részt is készítették. A megjelenés időpontjáról, illetve bármi egyéb részletről nem esett szó, és jelezték, hogy a júniusi E3 konferenciáig nem is lesz. Ott fognak egy bemutatót tartani. Sokan kérdeztétek Facebookon, hogy örülök-e, meg mit szólok. Nos, vegyes érzelmeim vannak a dologgal kapcsolatban. Az ilyen MMO típusú looter játékokból nem véletlenül nem szokás folytatásokat készíteni, hiszen egy folytatásnál elvész az addig a játékba fektetett idő. Több száz órát ugyanis nem éri meg befektetni abba, hogy jó cuccod legyen, ha ennyire limitált az élettartama. Nem lehet egy Assassin's Creed vagy Code típusú minden évben kihozunk egy mentalitást követni, mert a játékosok nem fognak elegendő időt eltölteni, és pont a játék lényege veszik el. Ezért vagyok egy kicsit meglepődve és kicsit szomorú is, de a vezetők is érzik, hogy a közösség egy része csalódott lesz a hír hallatán, mert erre külön kitértek, hogy hosszas mérlegelés előzte meg az amúgy nagyon nehéz döntést. Indokolásképp azt mondták, hogy rengeteg olyan élmény van, amit a jelenlegi alapokon nem tudnak felfedezni. Ami egyébként virágnyelv arra, hogy alapjaiban vannak hibák a kódban, és ha még több dolgot szuszakolnának bele, egyszer csak összedőlne. Gondoljatok a borzalmas netkódra, a javíthatatlan hibák tömkelegére. Ez az egyetlen pozitívum, amit a Division 2 hozhat, hogy levonják az összes következtetést és beépítik a tapasztalatokat az első pillanattól kezdve. Így lehet talán működőképes a PvP, vagy könnyebben bővíthető a content valahogy úgy tudnám összefoglalni, hogy ha 1.8-ból készítik el a második részt, akkor visszafogottan tudok optimista lenni. Hogy miért visszafogottan? Nézzétek meg, mi lett a Destiny 2-ből. Három évig reszelték a játékot, mire elért egy olyan szintet, mint ami nekünk most az 1.8, és aztán kijöjjenek egy folytatással, ami ebből rengeteg dolgon figyelmen kívül hagyott, és kb. az alapjátékból indultak ki a folytatásnál. Ezzel csak megnyomták a tanulási reset gombot, és mindezt miért? Mit kaptak a játékosok cserébe? A Division elkövetkező hónapján látszik egyébként, amit az imént felhoztam problémaként, egy grindolós játékban, aminek a belátható idő belül vége lesz, felmerül a kérdés, miért áll meg grindolni? Minek tenném bele most a 100 órámat, ha hamarosan ki kell dobnom az egészet és újra kezderem? Ez látszik a következő hónapok eseményeim is, kapunk két vadi új globál eventet, megismétlik a régieket és érkezik 2-2 új legendary küldetés is. Ez persze eddig pont nem támasztja alá, amit az előbb mondtam, de ezek az eventek júliustól már nem a lútról fognak szólni, hanem egy újfajta achievementről, a havi shieldekről. Ez nem az a pajzs, hanem kb. a redői jelvény, mert angolul ugyanaz a szó, de a lényege, hogy ezeknek a megszerzéséről a Division 2-ben állókhoz cuccokat. És ez itt kérem az, ami elárulja, hogy ők is tisztában vannak a problémával, ezért próbálják továbbra is életben tartani a grindot olyan jutalmakkal, amik túlmutatnak a Division első részének végénél. Nem mondom, hogy rossz ötlet, mert a semmi semminél mindenképpen jobb, de azért a vonzereje nagyban fog függeni attól, hogy pontosan mit is kapunk értük. Mert egy egyedi fegyverszkinért, vagy bakancs fűző színért rátul nem fogom a kis ujjamat sem megmozdítani, azt tuti. Nézzük akkor gyorsan a konkrétumokat is, a jelenlegi részről, és a következő pár hónapról. Áprilisban érkezik az 1.8.1, amiben az új loot balance és a ládák is érkeznek, emellett végre az Xbox One X támogatás, és két küldetés legendary verziója, az Amherst Apartment és a Grand Central Station. Az új globál event neve Blackout, az alapmódosító az, hogy mindig aktív sok lőszert kapunk, lövéssel vagy futással pedig folyamatosan nő a sebzés, amíg meg nem telik a méter. Második fokozaton a teljesen feltöltött állapotban bármelyik NPC egyetlen könnyökléssel megölhető. Ha elvéted, akkor viszont lesokkolod az egész csapatot. A harmadik módosító, hogy a charge gyorsabban cooldownol, ha csapattársak közelében vagy. Júniusban érkezik az 1.8.2, amiben kettő újabb legendary küldetést kapunk, és elindul a havi shieldek farmolása. Ezek lesznek azok a havonta változó achievementek, amiért a Division 2-es jutalmak fognak járni. Emellé érkezik még a másik vadi új event, az Onslaught, Burn Bleed vagy Füst sebzés jár alapból a sima mellé, Reloaddal pedig változtatható a hatás. Második módosítóként az NPC-k a három hatásból kettőre immunisak, csak egyen lehet őket sebezni, és ezeknek a típusú már pluszban megemelkedett sebzésük is van. A harmadik fokozatban, ha kettő vagy több csapatás megöl egy-egy ilyen ellenálló NPC-t két másodpercen belül, akkor minden csapattak kap egyetlen extra sebzést adó tárat. Július, augusztus és szeptember ugyanennek egy fog telni, a már ismert globál eventek Division 2-es jutalmakért. Hogy miért pont szeptemberig tart, azt nem lehet tudni, de szerintem túlságosan optimista megközelítés, hogy akkor jelenne meg. Ha ez így lenne, akkor szerintem nem júniusban mutatnák be. Legutóbb a bemutatótól számít, a két évvel jelent meg a játék, de ahol annak egy része csúszás volt. A Kotaku egyik újságírója szerint az, hogy minden rendezvényen részt vesznek az idén, azt jelenti, hogy eléggé előre haladott állapotban van a fejlesztés, így szerint a következő 12 hónapban várható megjelenés. Ebből az első 6 hónap kizárható, hiszen még update az egyet, de utána talán karácsonyra már esélyes lehet, de valószínűleg 2019 eleje a reális, ha nincs egy csúszás. Jó kérdés, hogy mi fog történni szeptember és a megjelenési idő között, illetve hogy be fog-e válni a fejlesztők terve a közösség és az érdeklődés fenntartására. És most akkor ide a végére kéne valami nagyon okos dolgot mondanom, amit nem tudok. Egyelőre az az álláspont, hogy kivárunk és megnézzük, hogy milyen lesz az új tartalom, érdemes lesz vele játszani, mennyi időt fog igénybe venni az új shieldek formulása, és könnyen lehet, hogy a Division a következő hónapokban a havi egy hétvégés játékkal fog visszalépni. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, like ha van véleményetek, Osszátok meg kommentben, nagyon kíváncsi vagyok, mit gondoltok ti erről az egészről. Nyomjátok a subscribe-ra, ha akartok még Division 1 és 2-es híreket a jövőben. A héten lesz live, csütörtök péntek-szombaton biztos, de kedden is valószínűleg, főleg, hogyha van teszt szerver, a Divisionben, ben bemegyünk kipróbálni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!